December 16-án szerdán 19 órakor a legfrissebb helyi hírekkel jelentkezik a Szolnok Televízió hírműsora, az Aktuális. Köszöntöm Önöket! A KSH adatai szerint november első felében 3642-en haltak meg. A korábbi 5 évben ugyanebben az időszakban átlagosan 2300-an hunytak el. Az idei emelkedést észlelik a temetkezési vállalatok és a hamvasztó üzemek is. Megyénkben van olyan vállalkozás, ahová plusz embert is kellett fölvenni. 2 hónapja megnőtt a temetések száma Szolnokon is. Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület tegnap napvilágot látott tanulmánya szerint, a hamvasztást kérők száma azonban még mindig a nyugati ország részben a magasabb. Hamarosan jönnek a részletek, most további hírek egyelőre címszavakban. A vesztegetés vágya is a bűnlajstromon szerepel, az ismételten őrizetbe vett Bige László szerint összehangolt támadás folyik ellene. Elkészült az ütemterv, a családi házaknál nem kötelező, de javasolta az évenkénti ingyenes kéményvizsgálat. Páratlan emlékek a múltból, a 2015-ben elhunyt Rékasi Ildikó fotó hagyatékán dolgoznak a múzeumban. A pandémia miatt folyamatosan nő a nyomás a temetkezési vállalatokon és a hamvasztó üzemeken. Több vállalkozás alkalmi munkásokat foglalkoztat. A temetésekre többet kell várni, mint eddig, a szigorítások miatt pedig sokan hazaviszik a hamvakat, és később vesznek búcsút szeretteiktől. A KSH adatai szerint november első felében 3642-en haltak meg. A korábbi 5 évben ugyanebben az időszakban átlagosan 2300-an hunytak el. Az idei emelkedést észlelik a temetkezési vállalatok és a hamvasztó üzemek is. Tétségünkben azt tapasztalom, hogy valóban emelkedett a temetések száma és a hamvasztások száma is az elmúlt évek átlagához viszonyítva. Azonban a krematóriumokkal egyeztetve végül gondosan tudjuk vállalni a feladatokat. A krematórium 60-70%-os terhetsége működik. Megyénkben van olyan vállalkozás, ahová plusz embert is kellett fölvenni. Általában sírásónak vesznek fel alkalmi munkásokat. 2 hónapja észrevehetően megnőtt a temetéseknek a száma, itt Szolnokon is. Jelenleg cégünknél nem tapasztalható plusz költség. Eleinte az első hónapban volt egy pár szállítási költség, amit az első kijelölt járványkórházakba kellett, hogy menjünk. Ez ugye Debrecen, Budapest, Kecskeméten volt, Szeged, Miskolcra mentünk. Ez már megszűnt, ugye, mert az összes kórház fogad covidos betegeket. Minimálisan emelkedett térségünkben a hamvasztásos temetések száma, emellett pedig a várakozási idő is. Hát sajnos az időpontokat mi is későbbre tudjuk kijelölni. Ez átlagosan 1 hét volt normál esetben, most ez másfél-két hét is előfordulhat. Illetve van olyan család, aki nem is jelöl ki temetési időpontot, arra hivatkozva teljesen jogosan, hogy nem szeretnék ide rángatni a közelbe a messze élő idős rokonokat. Ilyenkor a hamvakat vagy mi tároljuk, vagy ők viszik haza, és mindenki azt mondja, hogy ha majd ez az egésznek vége van, akkor szeretnék végső nyugalomra helyezni a szeretteiket. Az év vége hozhat kritikus időszakokat. Türelemre és megértés se lesz szükség, hiszen ez a helyzet még inkább megterheli a veszteséget viselő családokat. A nagyobb tornyosulás majd az ünnepek időszakában várható, és itt lesz a 4 napos karácsonyi ünnep és munkaszüneti nap, ott lesz a szilveszter, azt gondolom itt lesz majd tornyosulás. Itt várható az, hogy valóban előfordul az, hogy majd csak januárban tornyosulva tudjuk a temetéseket vállalni, a temetési időpontokat biztosítani a családoknak, a temetés feltartás végző egyházokkal egyeztetve. Az eddigi 1-1,5 hét helyett akár 2 hetet is várni kell a hamvasztásos temetésekre. Koporsós búcsúztatás esetében 4-5 napról van szó jelenleg. A Szolnoki Önkormányzat 2016-ban sikerrel indult a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán, amelynek célja a korábban Európa számos országában sikeresen működő foglalkozási paktumok mintájára hasonló szervezetek létrehozása. Ezek feladata a helyi munkaerőpiaci szereplők bevonása az országos foglalkoztatási stratégiai célok megvalósításába. A Szolnoki Foglalkoztatási Paktum bő 3 éve alakult meg, munkáját most fejezte be.
A Szolnoki Foglalkoztatási Paktum 2017-ben alakult, egy területfejlesztési pályázat kapcsán indult projektben. Alapvető célja a helyi munkaerőpiaci szereplők, vagyis a munkáltatók, álláskeresők és a munkaerőpiaci szolgáltatók közös fórumának együtt gondolkodásának megteremtése volt. A projekt egyik kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű álláskeresők voltak. Szolnokon 1335-en vettek részt a Foglalkoztatási Paktum kínálta programokban. 250 főt egyébként képzésben részesítettük, én úgy tudom, hogy 236 fő sikeresen be is fejezte már a programot, és annak különösen örülök, hogy ebből az 1335 főből meg már 600-an úgy befejezték ezt a fajta programot, hogy tartósan elhelyezkedtek, tehát nem kerültek vissza a regisztrált álláskeresői állományba. A hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatása során 291 szolnoki munkáltató vehetett igénybe pértámogatást. A Szolnoki Foglalkoztatási Paktum munkája során a helyi vállalkozások fejlesztése is kiemelt feladat volt. Különös tekintettel arra, hogy a város gazdaság szerkezetében kevés közepes vállalkozás van. A bővítésen gondolkodóknak is szóltak a Paktum által szervezett rendszeres workshopok, valamint befektetői és üzleti konferenciák. Gazdasági bűncselekmények gyanújával őrizetbe vették Bige Lászlót még tegnap délelőtt, erről számolt be a telex.hu. A portál értesüléseit a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség megerősítette. A milliárdos vállalkozó többször is azt nyilatkozta, hogy összehangolt támadás folyik ellene, bizonyos körök tönkre akarják tenni. A főügyészség szóvivője ma délelőtt az Inforádiónak azt mondta, hogy kétrendbeli, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel, hamis magánokirat felhasználásával és vesztegetés elfogadásának büntettével gyanúsítják Bige Lászlót. Elsőként a Telex számolt be arról, hogy kedden délelőtt őrizetbe vették Bige Lászlót, az ország egyik leggazdagabb emberét. A műtrágya királyként is emlegetett vállalkozót gazdasági bűncselekményekkel gyanúsítják. A hírportál értesüléseit szerda reggel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség megerősítette. A telex.hu oldalon az is olvasható, hogy a kedd reggeli rajtaütés során házkutatás is történt, és a rendőrök bizonyítékokat is lefoglaltak. Bige László cégei, így a szolnoki Bige Holding Kft. Is az elmúlt időszakban többször álltak rendőrségi és versenyhivatali vizsgálat alatt. Előfordult, hogy egyszerre 300 rendőr vizsgálódott a csoport szolnoki üzemében. Két éven belül 17 alkalommal vonultak ki a hatóságok az egykori vegyi művekhez. A katasztrófavédelem korábban bezáratta a szolnoki gyárat, a bíróság azonban kimondta, hogy a döntés jogszerűtlen, így újraindulhatott a termelés. A milliárdost üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel is vádolják, emiatt korábban rövid ideig őrizetben is volt. Azaz ügy környezetvédelmi eset volt, ez azonban a portál értesülései szerint egy másik eljárás, amely állítólag egy volt üzleti partnerének a feljelentése alapján indult. Az üzletember korábban úgy fogalmazott, hogy összehangolt hadjárat folyik ellene, az a cél, hogy hozzájussanak cégcsoportjához, és ha egy mód van rá, ingyen. Már elkészült a kéményseprők 2021-re vonatkozó sormunka ütemterve. A családi házaknál nem kötelező, de javasolta az évenkénti ingyenes kéményvizsgálat, a társas házaknál azonban a Szolnok honlapján is megtalálható időszakban rendszeresen ellenőriznek a szakemberek. Tapasztalat, hogy azoknál a társas házaknál, melyeknél felújították az ingatlant, a nyílászárókat modernre cserélték, nem figyeltek oda a szükséges levegő utánpótlásra. Kéménytűz Vámos Mikolán még 2018-ban. Az egyik videómegosztó oldalon elrettentésül van fenn a felvétel. Így indul és így is végződhet, ha nincsen karban tartva a kémény. A katasztrófa védelem megyei sajtószóvivője is hangsúlyozta, életeket menthet, ha rendszeresen felülvizsgáltatják a családi házak és a társasházak tulajdonosai is a kéményeket. Míg az egylakásos családi házaknál a tulajdonosoknak kell kérniük az ingyenes ellenőrzést, addig a társasházaknál szigorú ütemterv szerint kötelező elvégeztetni a munkát. Az erre vonatkozó ütemterv már megtalálható a város honlapján. Szolnokon január 11-e és augusztus 31-e között jelenhetnek meg a kéményseprők. Erről a lakóknak értesítést küldenek.
családi ház teljes leégését elkerülhetjük azzal, hogyha időben és minden évben ellenőriztetjük a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtő berendezéseket, ugyanis a nem jó megfelelően karbantartott kéményekből kéménytűz indulhat ki, hiszen a lerakódott koromréteg a kémény belsejében egy idő után megvastagszik, és ez alatt az idő alatt elkezd növekedni a kéménynek a belső hőmérséklete, és végezetül ez a kátrányréteg begyulladhat, kéménytüzet idézhet elő. 2020-ban az előző évhez képest 4%-kal több ellenőrzést végeztek. Tapasztalat, hogy azoknál a társasházaknál, melyeknél felújították az ingatlant, a nyílászárókat modernre cserélték, nem figyelnek oda a levegő utánpótlásra. Gázzal működő tűzhelyeknél vagy fűtőberendezéseknél ugyanis biztosítani kell az oxigén ellátást, a műanyag nyílászárók azonban légmentesen zárnak. Az ablaktokokba épített légáteresztő erre lehet megoldás. A szakemberek egyébként azt javasolják, hogy a szilárd tüzelőanyaggal működő kályhák kéményeit évente, a gázvezetékhez kapcsolt gázzal működő berendezéseket két évente ellenőriztessék a tulajdonosok. Kiütötte a jászberényt a szolnoki olajbányász a férfi kosárlabda bajnokság tegnap esti mérkőzésén. A látogató berényiek, ameddig bírták szusszal, addig tartották magukat, de már a fél időben 20 pont volt a különbség, a vége pedig közte 48 lett. Ez az aktuális a Szolnok Televízió hírműsora december 16-án szerdán. Most nézzük, mi lesz még a kosárlabda mellett a folytatásban. Az online tanítás alatt sem tétlenkedtek, új burkolatot kapott a napokban a Verségi Ferenc Gimnázium udvara. Páratlan emlékek a múltból, a 2015-ben elhunyt Rékasi Ildikó fotóhagyatékán dolgoznak a múzeumban. Megújul a Versegi Ferenc Gimnázium udvara, ezzel régi álom válik valóra. A burkolat ugyanis már jó ideje cserére szorult, mondta az aktuálisnak Pogány Gyula, az intézmény igazgatója. Novemberben kapták a jó hírt a fenntartó szolnoki tankerületi központtól, hogy támogatásukkal megvalósulhat a beruházás. A munkálatok december elején kezdődtek, és várhatóan még idén el is készül az új udvar. Kicserélik a burkolat alatt található víz és szennyvíz vezetékeket, nagyon fontos ez, több lefolyót építenek ki, mint eddig volt, és egy olyan díszburkolattal látják el az egész udvarunkat, ami alkalmas az ünnepségek, a rendezvények mellett testnevelés órák tartására is. 5 éve, 2015. decembere óta nincs közöttünk Rékasi Ildikó könyvtáros, író és költő, aki egyedi gazdagságú családi fotógyűjteményét a Damjanich János Múzeumnak adományozta. A 19. század második feléből származó, úgynevezett vizitkártyákat is tartalmazó hagyaték feldolgozásán nemrég kezdtek el dolgozni a szakemberek. A felvételek azért is jelentősek, mert egyetlen polgári család kapcsolatrendszeréhez kínálnak adalékot, emellett pedig a korabeli női, férfi és gyermekdivat is remekül tanulmányozható segítségükkel. Itt az egyik első szolnoki fényképésznek, Kriasztel Ignácnak a felvételét látjuk. Gulyás Katalin történészt is meglepte, milyen különlegességeket tartalmaz az a családi fényképhagyaték, amely Rékasi Ildikó 2015-ben elhunyt könyvtáros írónő gyűjteményeként került a Damjanich János Múzeumba. Ildikó egy régi szolnoki, részben szolnoki polgári családnak a leszármazottja. Neki már nem voltak utódai, és ezért döntött úgy, hogy a múzeumra hagyományozza ezt a nagyon jelentős fénykép gyűjteményét. A több mint 650 felvételt tartalmazó hagyaték feldolgozása csak nemrég kezdődött meg. Az azonban már most látszik, hogy rendkívül gazdag kollekcióról van szó. A gyűjtemény legérdekesebb darabjai azok a fényképezés hajnaláról az 1860-as, 70-es és 80-as évekből származó vizitkártya felvételek, amelyek a bajor eredetű polgári család tagjait, ismerőseit, vagy éppen a kor hírességeit örökítették meg az utókor számára. Na tessék, itt van ez a Habsburg
főherceg. Hasonló vizitkártyák korábban csak elvétve kerültek be a múzeumi gyűjteménybe, most azonban közel 150 ilyen felvétel tanulmányozására nyílik lehetőség. Hogy miért is hívják ezeket a körülbelül 6x10 cm-es műtermi felvételeket vizitkártyának, arról megoszlanak a vélemények. Én eddig mindig azt olvastam, hogy ezt tulajdonképpen névjegyként használták, tehát amikor látogatóba érkezett valaki egy polgári családhoz, akkor ezt nyújtotta be. A mostani frissebb irodalom azt mondja, hogy ezért ez nem egészen úgy volt. A fotósok, a fényképészek nagyon szerették volna, hogyha ez így történik, hogy névjegy helyett használják ezeket a képeket. Valószínűleg egy elenyésző részüket használták csak így. Az azonban biztos, hogy a korabeli fényképezőgépek hosszabb zárideje miatt percekig kellett mozdulatlanul állnia annak, aki ilyen felvételt készítetett magáról. Mégis megérte, hiszen akkoriban ez volt az egyetlen módja annak, hogy az egymással csak igen ritkán találkozó rokonok legalább képről ismerjék egymást. Rékasi Ildikó rendkívüli családi gyűjteménye a feldolgozás után hasznos forrásra lehet majd a különböző témájú, például divattörténeti kutatás. Soknak. Új selfie pont, pontosabban selfie fal a városban. Ördög, angyal és Grinch díszíti az Abanovák Agóra üvegfalát. A fotósarkot a Napsugár Gyermekház munkatársai készítették, hogy kedveskedjenek a fiataloknak advent idején. Ördögből angyal lehetnél. Most egy pillanat alatt megteheti bárki, amit Mátrai Zsuzsa 1967-es slágerében énekelt. Új szelfipontot álmodtak meg és varázsoltak az Agóra Barosúti ablakaira a Napsugár Gyermekház munkatársai. Látogatókat nem fogadhatunk, de igazából egy cseppnyi varázslatot mi is belecsempészhetünk az ünnepekbe azzal, hogy kidíszítettük az ablakot. Fiataloknak, családoknak, mindenkinek ajánljuk szeretettel. Még a sötétség időszakában vagyunk, tehát december 21 a napforduló, amikor a sötétség felett győz a világosság, és ezt jeleníti meg az ördög, illetve az angyal jelképe. A Grinch pedig utóbbi években kezd népszerű lenni itt Magyarországon, és így a fiatalokat megcélozva emellett döntöttünk. Csak a skiccek elkészítése egy napig tartott. A rajzok krétafilccel készültek, amivel nem volt könnyű dolgozni. Türelmet igényelt ez a munka, de tulajdonképpen egy bő délelőtt alatt megvolt a felrajzolása az üvegfelületekre is. A rajzokat esténként kivilágítják, így bárkiből, bármikor lehet ördögből angyal, akár sötétedés után is. Kiütötte a jászberényt a szolnoki olajbányász a férfi kosárlabda bajnokság tegnap esti mérkőzésén. A látogató berényiek, ameddig bírták szusszal, tartották magukat, de már a fél időben 20 pont volt a különbség, a vége pedig közte 48 lett. A megyei csapatok találkozóját a 9. fordulóból halasztották el, természetesen zárt kapuk mögött néztek egymással farkas szemet a felek. Lassan pörögtek fel a csapatok, hiszen több mint 2 perc elteltével csupán 4-2 állt az eredményjelzőn. A JKS-e az utóbbi 2 meccsén 235 pontot kapott, 120-at például attól a Pécstől, melyet az olaj 68 ponton tartott. Egy-egy villanás volt hazai oldalon, de a vendégek is mutattak szép akciókat, csak kevesebbet. Így nem volt meglepő, hogy 10 perc után 27-18-ra vezettek a piros-feketék. A folytatásban sem változott semmi, ha az olaj annyit adott ki magából, amennyit feltétlenül muszáj volt, de még így is elérte fél időre az 50 dobott pontot. A JKS-e 30-nál tartott ekkor. A fordulás után pedig gyorsan dűlőre is vitte a dolgot a Szolnok, hiszen megszórta magát kintről is a házigazda. 36 pontot dobtak 10 perc alatt, míg válaszul 17 érkezett. Egy kérdés volt már csak, mégpedig az, hogy mennyi lesz a különbség a két csapat között. Sok lett, hiszen a 8-szoros magyar bajnok nem vett vissza ebbe a biztos győzelem tudatában sem. A tiszapartiak soraiban mindenki pályára lépett, aki nevezve volt, mindenki pontot is szerzett. A tegnapi meccsen bemutatkozó Nyerges Zalán is ponttal tette emlékezetessé a debütálását. Az olaj 110-62-re győzte le a jászberényt és begyűjtötte 6. győzelmét. Gratulálok a csapatom és a másik csapat is. Én szerintem jól jártunk a csapatom, és nehéz volt a másik csapatnak, mert az a szituáció nekik nem volt stabil, de ez van a munka, és
gratulálok, és sok sikert nekik és nekik. Congratulations to my team. Gratulálok a csapatomnak, jó volt a hozzáállás. Nyilván nem könnyű mindig motiváltan pályára lépni, de ezzel ma sem volt baj. Jól játszottunk, mindenki koncentrált volt a meccsen. Köszönjük a Jászberénynek a korrekt hozzáállást, mi pedig készülünk a szombati Alba elleni rangadóra. Mert hogy az lesz, mármint rangadó, a második fogadja a harmadikat. Az Olaj Alba derbit szombaton 17 órakor rendezik, az M4 Sport pedig élőben közvetíti majd. A hazai rendezésű csoportkört megnyerte a Szolnoki Dózsa, így jutott be a vízilabda Eurókupa 8-a döntőjébe. Az olaszországi Ostigiában ma megtartott sorsolás alapján montenegrói csapattal játszik a Dózsa a legjobb 8 közé jutásért. A Primorac-Kotor elleni mérkőzés oda-visszavágós rendszerben zajlik. Az első találkozót február 25-én rendezik Montenegróban, a visszavágó pedig március 6-án lesz a vízilabda arénában. Kedves nézőink, most pedig olvasnivalót ajánlok a csütörtöki Új Néplapból. Egy teljes hétvégére biztosítja a hajléktalan szálló lakói számára a kenyeret az a kezdeményezés, melyet egy szolnoki ügyvédnő indított 2018 tavaszán egy pékség segítségével. Minden pénteken 20 darab fél kilogrammos kenyeret szállítanak a Humán Szolgáltató Központ átmeneti szállójára, ahol dolgozó, de alacsony jövedelemmel rendelkező lakók élnek, akiknek a friss pékáru nagyon nagy segítség. Lelkileg nehéz napokat él át a jászberényi Rafael család. Egy hete már, hogy az évek óta depresszióval küzdő szerettük, Margit eltűnt és nem ad életjelet magáról. A napokban családtagok, civilek és önkéntesek segítettek Rafael Margit keresésében. A terepi kutatás azonban nem hozta meg a várt eredményt, ezért felfüggesztették további információk támpontok érkezéséig, írja a megyei napilap, mely jársági állásbőrze, valamint Abony és környéke oldallal is jelentkezik. Az aktuális végén pedig nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. A vesztegetés vádja is a bűnlajstromon szerepel, az ismételten őrizetbe vett Bige László szerint összehangolt támadás folyik ellene. Elkészült az ütemterv, a családi házaknál nem kötelező, de javasolt az évenkénti ingyenes kéményvizsgálat. Páratlan emlékek a múltból, a 2015-ben elhunyt Rékasi Ildikó fotóhagyatékán dolgoznak a múzeumban. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió szerdai hírműsorát látták. Beszámolóinkat visszanézhetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket pedig megoszthatják velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Mára pedig valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap a szokott időben, azaz 19 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!